Arról az egyről beszélek, de az a kép, az milyen az a kép? Csodálatos. Ugye? Csodálatos. Ugye? Megmondom, megint. Én nem véletlenül végeztem egy egyetemet. Azért végeztem egy egyetemet, mert szerettem volna, hogyha nagy művész válik belőlem. És az lettem. És az is. Az lettem, igen. Van egy képes művész is. Egy. Nézze, figyelj el, hogyha ad nekem 30 évet. Nem kell 30 év. Várjon, azt mondja, hogy vázlatok megvannak. Hát egy kép. Azt értse meg, hogy ez egy rendkívüli ajánlat. Ez egy rendkívüli lehetőség. Szentendrén egy csomó turista jár. Én ezt értem, ki tudnánk állítani, el tudnánk adni, iszonyú pénzt. Ne haragudjon, maga akkor egy kók lehet. Hogy képzeli azt, hogy én 60 képet legyártok? Hát, mennyi? Hát, 15 nap alatt, vagy 20? Nézze meg! De ezeket én nem állítom ki. Hát ezek nem alkalmasak arra, hogy ezeket kiállítsam. Nem, megmondjam magának, hogy mi az, ami alkalmas arra, hogy kiállítsam. Tessék. Ez alkalmas. Ezt ki lehet állítani, de csak egy van. 60-at én nem tudok 15 nap alatt legyártani. Hát én művész vagyok. Én művész vagyok, érti? Én nem izé vagyok. A kimegyek az utcára, és csak így izé. Tudja? Én nekem ez nem megy. Ha ad nekem egy év. Nézzel, lehet, hogy jövőre nem is én leszek már ott a megbízott ügyvezető, úgyhogy nem tudom garantálni. Hát akkor... Fogjuk keresni. Minden jót. Biztos megtettem, kicsit. Mindenki döntse saját magába, hogy mi lett ennek a üzletnek a jövője. Nem tudjuk esetleg képzelni. Csak szeretném mondani, hogy a Szász Endre nevű bácsi, hát nem tudom, én például imádtam mindig mindent, amit csinál, azt a szakma elkezdte utálni, mert ő tényleg 10 perc alatt csinált egy zseniális festményt, nem tudom, hogy emlékszik-e valaki rá, miket csinált, illetve hogy valamit fölpacsmagolt a vászonra, és utána fogott egy rongyot, meg egy szivacsot, és elkezdte letörölni. És az, ahogyan letörölte, abból lettek az arcok, a kontúrok. Emlékszik valaki őre? Érdemes, ugye? De utálta a szakma. Szóval van ilyen. Ez körülbelül olyan, mint a színészek, akik reklámfilmbe szerepelnek. Gondolom az is a... Mély megvetés tárgya. Mert mi nem vagyunk be. Na szóval, most újra visszamegyünk, hogy vajon mi történt ugyanebben az időben, ami Barbaránkkal. Hát ugye mondottam, volt egy férjhez ment, van is neki egy Zsoltia, azt szeretné nézni, 1989. Ez elviselhetetlen, nem bírom elzárni a csapot. Nem ma fog. Könyörgöm, drágább Zolti, könyörgöm, csinálnád meg, hát megőrülök. Hát meg tudod, ennyi pénzt fizetünk ezért? Beőrítesz meg, egy állandóan kár ez valamiért. A vízszámlánk, emiatt a kurva csap miatt, hogy nem bírom megjavítani. Mi van, egy picit csöpök, ki nem szarja? De egy tömítést kellene csak belerakni, az Isten áldjon meg. Mi vagyok én tömítő mester? Én reggel estig dolgozom. Nem, egy férfi vagy, aki egész nap itt dolgozik. Akkor kérjél tanácsot a hülye haverjaitól a kocsmában. Még egyszer ne hülyézz le a haverjaimat, mert elmegyek itthonról. Tolom reggeltől estig, vezetem azt a kurva gépet, és akkor hazajövök, és egy vízvezetékszerelőt! Nem érdekel! Csináld meg! Hagyjál engem békén! Hadd pihenjek már! Most mi van? De mi van? Barbi, bocs, tudom, mindig elfelejtem. Ott ez a nagy lábú. Tudod mit? Holnap megnézem, jó? Azt az Oreónak látszó pilótakekszet, vagy azt a pilótakekszet, ami Oreónak látszik, tedd le. Húzzál a kocsmába. Nincs most kedvem egyszerűen. Nem érdekel a kedved, hát csak a csap, hát ezt nem érdekel. Reggeltől estig dolgozom, hagyd!
engem békén! Hagyjál, menjél! Mit csinálsz? Az ágyat is szét kell szeretni. Mit csinálsz? Hát látod? Mit fogok aludni? Amin akarsz. A hátadon, remélem. Nem láttad, hogy mekkorát dolgoztam rajta, hogy ez a két deszka hogy volt egyensúlyozva? Most leszedett? Hogy fogok ezzel aludni? Te megőr! Nem, nem, innen! Hagyjál végig, menj a kocsmába, haverjai! Tudod mit? Majd én megszeretem! El is megyek a kocsmába, kapd be! Hagyjál végig, hagyjál végig! Jó, hát ezt meg is tudom, hogy köszönöm! Megérte? Szétszedjön! Tics! Megérte elmenni? Kocsmába! Bátorkodtam ezt a személyt nevezni, mondtad, aki halogat című. Igen, az nem derült ki, de azért elmesélem, hogy úgy képzeltem, hogy az ő Zsomborka nevű fia, akit megismertünk korábban, az még a máj napig velük lakik. Csak már nem 15, hanem 25 éves. Köszönjük! Hogy de szépen élünk. Élnek, mint a disznók. Viszont nagyon jó az Oreo. De bizony 84-ben? Az pilóta kegy. Aztán 2009-ben... Micsoda? Dehogy is? Hát a biztosító. 1999. Előbb, jó. Nem? Megint egy Arturus? Hát igen. Hát most egy Barbarás volt. Ja igen, jó. 1999. 99. Nem, nem, én jövök hozzá, nem? Arturus, művész, otthonában. Mikor jön már? Mikor jön már? Már legalább két percet kellene remélni. Nem hiszem el. Nem hiszem el. Bezzeg, amikor az embernek fontos valami, akkor ezek sose jönnek. Na végre. Na végre. Jó napot! Jó napot! Mi történt már megint? Jó. Hiszen már itt voltam a múlt hónapban is. Ja, tényleg, össze is felejtettem, de akkor más volt a probléma. Igen, mi a baj? Az a helyzet, hogy nagyon el vagyok foglalva, mert... Én se érek rá, mondja. De most, ha nem mondhatom el, hogy mi de a probléma... De mondja, arra várok, hogy mondja. Szóval az a probléma, hogy én nagyon belemerültem egy munkába, mert lett volna egy lehetőségem, hogy... Picit rövidebben hatod be. Szóval, hogy lett volna egy lehetőségem, hogy egy kiállításra kellett volna... A kár eseményről, ha hát beszélne. Igen, elég nagy kár, mert végül tudom nézni? Nem kaptam meg a kiállítást, mert nem volt rá elég időm, de nagyon el voltam foglalva, és próbáltam ezt még hajtani, tudja? Drága uram, én nem azért jöttem ide, hogy a maga társalkodó nője legyen, hanem bocsánat, azért jöttem ide, hogy a kár felmérje. Mutatná nekem, hogy mi történt? Elnézést, bocsánatok én. Tehát az van, hogy hát... Maga is látja. A vihar mi? Hát igen. Ez egy elég öreg ház. Ez egy fekete lyuk? Hát nem, azért nem olyan nagy. Hát igazából mondták... A drága uram, az az igazság, hogy ütfödémet kell cserélni. Hát ez be. Hát igen, azt mondták nekem. Nem egy-két cserép. Hát ez az egész, ez mondták nekem. Alapvetően egy rom, amiben lakik, de hát igen, én ezt már a múlt hónapban is elmondtam. De az nem lehet, hogy a mosógép, amit használ, nézem, hölgyem, hogy folyik szervezét, én azért fizetem nem a biztosítást, hogy ilyen helyzetben ne azt mondja, hogy miért a mosógépért hanem, hogy... mi fizettünk múltkor, én igen. Nem tudom, hogy ezért mit fogunk tudni fizetni. Hát a biztosítás... Vihar volt a vihar. Kárt, az fizeti, a viharkárt azt ki fogja fizetni, de az, hogy a cserepek sincsenek a helyére visszatéve, szóval ez az önfelelőség. De hát én festőművész vagyok, ugye? nem tett cserép tetőfedő, értik? Igen, szóval de akkor a pénzből nem értek. Nem volt jó, pénzem Horváth, kihívni. Artur. Igen, Horváth Artur. Artur. Igen. Artur, hát magának nincs. Hát
Nincs érvényes biztosítása. Na, hogy ne lenne? Hát nincs! Hát nem az biztos. Utolsó két hónap nincs rendezve. De az is nem, hát hozom a... De hol? A csekkeket meg tudja mutatni? Az utolsó... De itt van a számítógép, mert látom. Valahol. Látom, hogy az utolsó... Nem kéne magának megnősülnie? Már jó lenne ide egy nő. Nem? Isten ments. Hát így? Hát én nagyon jól el vagyok itt egyedül, tudja? Magára fog dőlni ez a ház. Most ne azzal foglalkozunk, mert hogy a házállapot... Mert tudja mutatni a csekket? De hát mindegy, igen, egyébként tök mindegy. Nem hiszem, hogy van csekk. Várjon, azt hiszem, hogy kint hagytam. Iktatva lenne. Kint hagytam a... Nincs, ugye? Nincs. Nos, kedves Artúr, az a helyzet, hogy én ezt most nem tudom megoldani. És akkor mit itt a szomszéd kocsmában, ott vannak ilyen emberek, akiknek most úgy sincs munkája, talán be tudják fedni. Jó, de hát ez már talán teljesen leesett a vakolat minden lesz. Hát én tudom, hogy födémet kéne cserélni, hiszen ezzel kezdtem. Na de ahhoz meg kellene a biztosítási pénz, különben ezt kérem hát, igen, de azt be kellett volna fizetni. Hát... Én úgy tudtam, hogy ha egy kicsivel később fizetem be, akkor nem, az nem... Nem, azt rosszul tudtam. De van egy... Előre fizet. Van egy 60 nem napos, nem? Nem, nincs. Nincs, az pont nincs. Jó. Nem tudom. És nem tudnánk ezt valahogy... Okos van. Nem. Minden jó. Valaki hallott, mert kimegy a fejéből, elfelejti, majd egyszer eszébe jön, de akkor se teszi azt. Hanem akkor megint halogat egy kicsit még. Még nem, el is múlt az idő. A pénznek sem volt. Nem, most előtt? Igen? Az jön. Jó, igen. Juli! Eszert az idő. 1900... Nem. 2009. Igen, 2009. Akkor is lekapott. Életem, hogy semmilyen hangszeren nem játszottam, most végre itt van a lehetőség. Nagyon! Ja, hogy ez hangszer. Ne halogass tovább, foglalkozzál ezzel. Ideje lenne belekezdeni egy zenélésbe, talán a János tudna neked leckéket adni. Á, reménytelen vagyok teljesen. Na szóval, volt egyszer egy gitártanáró, de túl szép jó. Nem az én ismerősöm, nem. Nem érted. Ja, hogy nem anatómiai ért. Problémák voltak. Igen, a fiú szép volt, a gitár érdekelt volna, de úgy gondoltam, hogy ahogy mindenki más, bemegyek és rögtön a felkelő nap házát, mint minden ember. Ahogy az ember is egy nagy része. Tehát a 60-as években ugye, nyilván, de nem. Ez így. Én azért fizetek neked tulajdonképpen, hogy te mesélj neked. Nem, csak kérdezted, hogy miért zenélheted. És a fiúval összejött valami? Nem, nem, idősebb volt, és nem. Hát csak ilyen, hogy mondjam, mi volt, hogy hívják, azt én látom. De van, aki azért nem tanul megzenélni, mert nagyon csinos a tanár. Minden zenész nagyon csinos. Erről beszélgessetek. Nagyon ügyes. Én ismerek egyet. Ez tipikus, hogy egy ilyen... Igen, ugye? Az ember? Ilyen balalajka művész otthon. Zorán néven fut, de... Ilyes, ez csinos az is. Tehát látod, mennyi közös vonás. Minden zenészek levesznek a lábamról. Meg a te lábadról. Igen? Na de ha hagyjuk. Itt hagyjuk. Igen. Szóval... Ez az egy zenész, ez nem volt, mert... Na igen, majd ha visszajön az Artúr, folytatjuk a jelenetet. Hát mit érdekli őt, hogy én mit beszélek a pszichológusokkal? Jó. Hát vagy hát... Hát ebben kivárhatjuk, de... Van esetleg más zenei élmény? Tanulás során esetleg... Dobolj, de nem akartál? Mert hogy ez előtanulmány lett volna erre a tikfára. Nem. Viszont szövegeket írtam az ennek. De hogy érted, hogy ez nehéz? Ez, hogy mennyivel nehéz? Na tessék, első. Nem mindegy, igen, hogy hol fog. Halk, nem? Tehát most nem azért mondod. Jó, hogy a végén kell. Na, hallom.
De te legalább énekelni tudsz, az is valami. Az is egy hangszer. Legalább, tehát hogy ezt szarul csinálnak, de ez a szarul, bravo. Tessék, hát én mindenkiben az egészetben adom. Na Artúr, gyere! Én nincs itt. Halló, minden. Persze, nagyon messze van a... Ó, oh, nem! Ha! Yes! Halasztok az angol. A Júli úgy gondolt, hogy neked muszáj az hallanat, hogy én mit beszélek a pszichológusnál. Nem Júli, mindent lehet halogatni, csak ezt nem. Ma megint tanultam valamit. Ez mondjuk így. Hiszen ez az egyetlen, ami... Hát a dínye, a sok menyem közül az egyik. A dínye! A dínye, nektek nem kell, mert csak tényleg. A sok menyem közül az egyik úgy nevezte, hogy sürgető vizelés. Ezt az eset. Na, szóval... Igen. Hát eljöttem. Akkor szokott eljönni az ember a pszichológushoz, hogyha valami betelik, vagy hogyha valami változást szeret. Az igazság az, hogy van egy ilyen nehéz légzésem. Én úgy érzem, hogy azt más vagyok. Tehát ilyen fulladásos, nem tudom, köhögök is, nehezen veszem a levegőt. Elmentem pulmonológia. Ó, hát ez már a magas fok. Hát ha megérdeztem, nem mondta, ez ki lett vizsgálva. És azt mondták, hogy stressz. Azt mondták, hogy semmi baj. Aha, hát ez nagyon hála is. Nem tudják, mi van, akkor azt mondják, hogy stressz. Szóval azt gondoltam, hogy jobb, ha eljövök hozzá. Mert és mit gondoltam, van? Hogy ezt beszéljük végig, hogy valamitől van. Jó az életem. Tulajdonképpen. Hát még mindig együtt vagyok a... Azt hiszem Zolti. Zoltival. Ha jó az életem,